Ennek most szőnyegre. Igen, az egyénieket láttuk, most pedig szerintem a csapat fog következni. És az érdekesség ennek, hogy egy bot, két szalag. Nagyon elegáns ez a fehér ruha, illetve a fehér szalag. Nagyon szépek voltak. Hölgyeim és uraim! Fehér oroszokat láthattuk fehér ruhában. Tamara Jerovejeva, Lamaria Golubova, három ukrán leányzó a szőnyegen. És az egyikük ő, Anna Beszanova. Ő Natalia Godunko, és ő pedig Tamara Jerovejeva. A legnagyobb ukrán versenyzők. Orosz csapat karikalabda zenéjének kezdete. A kecses Anna és a bánatos Natasa. Illetve ezt a Tamara Jerovejevának csúszogány zenéje. Úgy látom, két fiú száll Anna kegyeír harcba, illetve féltéken engedik egymásra. Előkerül a szalag, érdekesen. Szenvedélyes zene illik ehhez a szituációhoz. Jobbnál jobb elemek közben. Hárműknek olyan hihetetlenül hosszú, vékony lába van. És mind a három hatalmasokat ugrik.
Érdekes mosoly a végére. Szegény Anna tegnap nem mosolygott ennyire, amikor ez is érmes lett csak. De azért szép eredmény. Most pedig az orosz csapat hat kendővel mutatja be egy gyakorlatát. Jelenleg a világ legjobb csapata. Háromszoros világbajnokok lettek. A lehető legtöbbet begyűjtötték. Igen, nagyon érdekes, hogy kidugták a lábukat az egyik lukon. Nagyon szép lába van mindegyiknek. Ez a gyakorlat az Emma Chaplin hangja. Jelenleg a világ legjobb csapata. Háromszoros világbajnokok lettek. A lehető legtöbbet begyűjtött. Igen, nagyon érdekes, hogy kidugták a lábukat az egyik lukon. Nagyon szép lába van mindegyiknek. Gyakorlat az Emma Chaplin hangja. Együttes kézisztel csapat, akik most háromszoros világbajnokok lettek. És egy nagyon érdekes gyakorlatot mutattak be. Köszönjük szépen a 26. ritmikus gimnasztika világbajnokság összetett első helyezettje következik.
következik Alina Kabajeva. És Alina Kabajeva szalaggyakorlatát mutatja most be. Gondolom, hogy egy picit más lesz azért, mint az eredeti.